lábam van. Mucikám, itt nincs senki. Mr. Brent sincs itt. Igen, itt lakik, de most nem itt lakik, hanem a Majorkán lakik. Igen, ő az Philip Brent, aki színdarabokat ír. Pillanat. De most Majorkán írja. A feleséges Majorkán van. Ettől egyik Majorkán van, akit nincs egy lélek se. Hogy én is Majorkán? Nem, én nem vagyok Majorkán. Én vigyázok a házra. De szerdán egykor mindig elmegyek, csak elé fölrakom a lábam, bekapok egy doboz szardiniát, és megnézem azt az édes aranyos imádvalót a tévében. Aztán elmegyek. De ha a házat akarja kibérelni, akkor tessék hívni az ügynökséget. Squire, Squire, Hekem és az az izé. Nem, ők nincsenek Majorkán. Ők az irodában vannak a telefonnál. Squire, Squire, Hekem és... Tartsa még, megnézem. Így szokott lenni. Ahogy egy percre fölrakom a lábam, rögtön az agyamra mennek. És kiviszem a szardiniát. Nem, nem, de kiviszem a szardiniát. Ott hagyod a szardiniát! Ott hagyom a szardiniát. Visszarakod a kagylót, és ott hagyod a szardiniát. Visszarakom a kagylót. És ott hagyod a szardiniát. Ott hagyom a szardiniát. Utoljára mondom, ott hagyod a szardiniát. Visszarakom a kagylót, és ott hagyom a szardiniát. De ezt már megváltoztattuk, nem, drága? Nem, drága. Végig ezt csináltam? Hát, azt nem állítanám, Dott édes. Na jó, és a szöveg? Azért néha beletrafáltam. Néha kifejezetten ismerősen csengett. Akkor ez egy komplet zöldségturmix. Hát, igen. Kinyitom a számat, és sosem tudom, mi jön ki rajta. Három répa, két retek, vagy egy mogyoró. Nem számít, még éjfél sincs, nem utató sem lesz, egész holnapig. Úgyhogy tartod a kagylót? Tartom a kagylót? Squire, Squire! Squire, Squire, Hekem, és tartsa még, ne menjen el, lerakom! Így szokott lenni, ahogy két perce fölrakom a lábam, rögtön a nyakamba szakadnak, és végre kimegyek! Háj! Háj! De van én után szabad! Háj! Húzz! 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 Dodi! Visszajön? Visszajössz, mert az újsággal szeretnél kimenni. Ja, az újságot. Visszarakod a kagylót, ott hagyod a szardéniát és az újsággal mész ki. Ez minden drága. Bocsi, drága. Nyugodj meg, drága. Csak rendelkező próba. Fő próba? Geri, kis csillagszóró. Ez pont a fő akkor próba. Mikor volt a rendelkező próba? És szerinted mikor van a fő próba? Hogy nézel ki? Basznos, bo! Nem szégyeled magad? Forma. Láptál volna? Hol a premier? Hol elmezel? Kopasz! De mi úgy fogjuk föl, hogy a rendelkező próba. Ugye, drága? Megmondjanak ettől a sok szövegtől szívem. A szöveg nem számít, kis csillag. Ezért répa retek mogyorul. Doti, a szöveggel rendben vagy? Még sokkal jobb, mint a Doti, tudod? Egyértelmű. Hát nem. Tessék. Végül is persze, ő hátam. Mégiscsak jó. Dotti! Te ilyen szövegeket jóformán 40-50 éve kirázol a kis ujjadból. Jézusom! Értem, Dotti. Na, Geri kész? Mehetünk tovább? Nem. Ez így van. Úristen, holnap lövék? Próbáltunk két évek. Azt se tudjuk, meg semmi. De azért úgy veszük, hát tessék. Na jó, van igazad van, édeskát, nincs igaz a loj. Hát most aztán beletrafált a lényegbe. Így nem, 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 nem. Játszunk végül is Westonban hétvégig, aztán megyünk Kidlingtonba. Aztán meg Isten tudja hova. Aztán meg Isten tudja még hova. És így tovább Isten tudja meddig. És végül az embert eléggé elkapja. Vagy téged nem? Tessék. De te most még nem jössz. Geris Brookin van, Dodi, telefonos, flyers, flyers. Haladjunk, haladjunk. De néha muszáj könyvőfalazás nélkül megmondani a dolgokat, ezt te is megérteni, fasztói? Persze, Geri. Na, megyünk tovább. Squire, Squire. Squire, Squire, Hekem, és tartsa még, ne menjen el! Hogy? Én, hadd mondjak még valamit. Ha már úgyis leállítottad a próbát. Lloyd, én nagyon sok rendezővel dolgozom.
dolgoztak. Voltak köztük állatok, és voltak köztük... szintén. De még soha életemben nem dolgoztam olyannal, mint amilyen te, aki itt így végig. Rendkívül jól esett, visszaadtad az önbizalmamat, de akkor letakarodsz erről a kurva színpadról! Meg jó szemem van, Geri. Szívem van veled. És? Brook? Tessék! Te hol vagy? Én? Te bent vagy? Bent? Hát te nem vagy bent. Tessék! Majd szólok! Tartom a kagylót! Tartom a kagylót, visszarakom a kagylót, és ott hagyom a szardiniát. Így szokott lenni. És? Kezdett el az újság. Visszarakom a kagylót, a szardiniát, és kezdett el az újság. Így szokott lenni, ahogy leúlik a kő az ember szívéről, rögtön megüli a gyomrát, és végre kimegyek. Visszarakom a kagylót! Visszarakom a... Ma délután szabad! Úgyhogy csak ki vagyunk a kalotában, a biztonság nem ért, azért megnézem. Ho-ho, Marikó, valaki? Nincs itt senki. Hát, hogy tették? Szerintem, az egész! Csak egy kis gunyhó az erdő szélen átalakított tejcsarnok 16. század. És törnek pénzben mi? Valahol letelültetne az üzleti partnereket. Ma délután 4-kor is beesik valaki. Egy arab sejk. Olaj, tuti, nincs meg. Én úgyis 4-re viszem az adócsalási aktákat szerforma. Jó, mi szerintől rátérünk, vagyis épp úgy belefér, vagyis. Tőlem! A pesgőt le se hittük. Mennyi ajtó? Akad egy-kettő dolgozószoba, konyha, külön bejáratú személyzeti helyiség a házvezetőnőnek. És hol van át? Melyik? Hova kira, itt csalódjál? Erre! Számít, felállítás, típus! Most te, hova tűnt a szardinia? Elnézést, azt hittem, nincsenek itt. Nincsenek is. Én is mindjárt elmegyek, csak elég megnézem azt az édes aranyos imádnivalót a tévében. És maga kicsoda? Az ügynökségtől. Az ügynökségtől? Squire, Squire, Hackham és Dudley. És maga melyik a Squire, Squire, a Hackham vagy a Dudley? Én vagyok a Lirika! Azt hittem betörő, bemasírozik, mintha magáé lenne a ház. Nem, csak beoltottam, hogy utána nézek egy-két dolognak. Levegyek néhány méretet, amit ilyenkor muszáj. Szepi! Ja, jut eszembe, jött egy ügyfél is, egy érdeklődőt kicsit körbevezetnék. Szepi! Meglehetősen föl van ájszva. Ez nem a hálószoba! Hálószoba? Nem, ez a... lenti fürdőszoba és toalettkomplexú. Ő pedig a házvezetőnő, Miss Crockett. Crockett, gondolom, Crockett? Csáááá! De már majdnem elment. A 007-es miatt. Jöjjön, ez zavartassa magát. Szepi! Majd leveszem a hangot! Gyorsan körbenézünk! Csak most meg az újság! Bocsánat! Sardinia! 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 A Sardinia meg kiment a fejed. Jaj, de igaz ez a Sardinia! Ebbe fogunk bele örülni! Mi a probléma a szardiniával, Géri? Négy tányér szardinia játszik csak az első felvonásban. Ide-oda mászkálnak. Ő viszi, én viszem. Neked is egy kicsit, nem? Tessék! Szardinia. Milyen szardinia? Jó neked, Lloyd. Semmit, de mi vagyunk vele itt fönt, azért ezt be lehet látni. Nem igaz, Lloyd? Más legyen, ne szardinia? Legyen 4 grillezett banán filézre. Hagyd, Bobby, tüneményes a szardinia. Én csak azért mondtam, ha neked jó a szardinia, nekem is jó. Nekem is jó, ha neked jó. Hát nekem is jó. Jaj, de jó. Akkor miért is álltunk meg, Geri? A következőről lenne szó, Lloyd. Bobby! Ha még egyszer leállunk, kirúglak. Bocsánatot kérek. Elrúgulom.
csak arra gondoltam, hogy mégis egyéb. Vagy te kire gondolsz? Ugyanarra mindentek. Sokkal jobban kiköbél az ember. Végképp egyáltalán semmi nem fog a végén összejönni. Majd figyelme! Múltkor is ugyan. Ezzel vagyok, figyelme! Doty Csillag? Igen. Megtenni nekem valamit? Bármit, drág. Vidd magadtól a szardiniát. Bocsánat! Semmi van! Minek nekünk a tévé? Nemzedékem volt, a családhoz tartozik! Szelfinek, gyere, nézd, hogy szelfordva fejedre! Talán megijedtünk egy kis pesgőt! Hát, fel! Ilyen jó, hát... És a dosszék a dosszék! Tényleg rendszerények óta a családhoz tartozik? Szardinia, Szardinia! Én nem szólok egy szót, se kedvesem, csak annyit. Ne törje a fejét, ugorjon bele, csodásan fogja itt érezni magát. Mi hogy kezdi? De jól mondom? Igen, persze, hogy ne? És mi örülni fogunk magának, de jól mondom? Igen, szerintem! Mi ez? Szardinia, Szardinia! Hogy tegye fel az ember a lábát? Fogorog a gyomra! Miért? Hát hogy eljön még Szardiniát is csinál nekünk? Eszmélet, hogy egy bérimi? Eszméletlen! Jó, majd erre! Igen, ide! 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 És mondá az úr, még nem jössz. És ők csak azért is jöttek. És látta az úr, hogy ez a borzalma. Bocsi, de neked ezt nem kényedni. Ezt megbecsuk. És mondá az úr, Popi! Bocsánat, pardon, valamit rosszul csináltam. Mondjuk az ajtókhoz elég hülye vagyok. Freddy, ez így volt, tökéletes mókuska. Na persze, ha nem én törtem el. És íme megjöve Popi, és mondd az úr, szaporodj és sokasodj, és annak okáért hív ide Timet, hogy az ajtót buherálja meg. Imádom a rendelkezőt. Imádja a rendelkezőt. Hát nem egy, de őszintén, hogy imádja a rendelkezőt. Nem mindenki olyan kedves. Miért, Freddy, te nem imádod az éjszakai rendelkezőt? Én azt imádom a rendelkezőbe, hogy néha be tudok ülni a díszletbe. Freddy olyan aranyos, mert tündérje, hogy így viccelsz meg minden. Ez vicc volt? Meg bolondulok, olyan jó veletek dolgozni. Hát ez egy ilyen szabályi való társulat. Meglátod három hónapul az doktorban. Lord, jól vagy szívem? Kezdem sejteni, mit érzett Isten, amikor a tök sötétben nekiállt a teremtésnek. És mit érzett szíved? Fennem önrendezett, hogy nála van a nyugtatója. De vigyázz, neki 6 napja volt, nekünk csak 6 órán. És kérdi az úr, hová a fészkes fenébe tűnhetettim? És íme, ide a fészkes fenébe tűntim. És mondta az úr, akossuk ajtókat, meg nyitásra nyitódnak, csukásra csukódnak, és akiknek az ajtó mögött kell állni, azok az ajtó mögött álljanak. És akinek az ajtó előtt kell állni, azok az ajtó előtt álljanak. Igen. Kell valami? Ajtók. Elmentem banánért. Ajtók. Ajtók. Felfogadom, hogy az úr technikusa nem volt olyan süket, mint az ágyú. Tim Szerencsén, ez az ajtó valami csukott. Hálószoba ajtaj meg pont, hogy érted. Na? Megcsináljuk! Megkötelezem. Épült a díszlet, úgyhogy... Én is tudunk rendes főpróbát tartani. Semmi pánik? Majd
Tudjuk a premierre gondolni, hogy a fő probléma csak egyszer tudnánk végigvenni ajtóstúl. Meg Szardíniástúl, Doti, lerakod a Szardinát, kiviszed a Szardinát. Szardinia be, Szardinia ki, ennyi a bohózat, ennyi a színház, ennyi az élet. Majd olyan milyen tudod elkapni. Menni, mondani, csinálni, pak, 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 bejöttél, pak, elmondod, pak, kimentél. És sikerülni fog, csak lazán. Köszönöm, ma! Szerzdom megvan? Jézus! Szerzd már, Bobi! Szerzd volt veletek hátul! Szerzdom nincs az öltöző, nyilván! Nem tudom elképzelni, hogy képes lenne egy főpróbán, vagy képes? Szerzdom! Ki képes? Szerzdom de nem képes. Egy főpróbán... Biztos, hogy bepiált valahol. Egy főpróbán... Arra esélye. Ez így nem korrekt, nem tudhatjuk. Ha jól van, nem szabad elhamarkodottan ítélkezni, pardon. Tim! Beugrás lesz. Ne leszel a betörő. Gyorsítsd be az ajtókkal. Jó. Szép kis társaság. Mindig szem elő kell lenni az út, mindig figyeljük. Most pedig volt az összes próbá. Igen, mert a próbateremben álló. Nem tudott észlet, nem tudott előre. Itt kell szelaszélye! Nem is fújni! Szerzőjében nincs az... Te Lloyd, miért csodálkozol Szerzdonon? Te már dolgoztál vele. Bobby, hívd a rendőrséget. Én ajtók kész? Igen. Akkor pakolj be a betörőbe. És történt vele valami? Te meg sírsz, tündérem? Tessék. Hát nem a te hibád. Nem. Csak valami bement a kontraklencsém alá. De erről van szó. Szegény Brookitól nem lehet elvárni, hogy szemmel tartsa a Szerzdont. Benül nevetettem fel. Ne arra, hogy Doti, de ez az én hibám. Nem, Lloyd, az én hibám. Én osztottam rá a szerepet. Adjunk neki egy utolsó esélyt, azt mondtam. Egy utolsó esélyt. Az én hibám, kis csíma. Nem lett volna szabad hagyni téged. Ez a turné, Doti, a tudomére célzok. Ez neked a jutalomjáték, hogy nyugdíj előtt, kasszás. Ez neked az utolsó lehetősége. Nem ebből akarok meggazdagodni. Persze, tudjuk, Doti, ebből nem is fogsz. Csak hogy esetleg félretehessek valamit. Tudjuk, drága! Csak hogy na, hát, hogy megvegye azt a kis vikírőt, amiben öreg napjaim. Hát komolyan mondom, hogy itt volt a nézőtéren, amikor kezdtük már láttam. Kiről beszélünk egyet? Semmi baj, Kriszti, már tudjuk, hogy vak vagy, mint a bányaló. Szerzdor. Vakarék nem vagyok. Látom, Szerzdor. Szerzdor! Édes Istenem, ez meg még így itt volt. Hamlet atyának szellemem. Tényleg, őszintén mondom, Szerzdor, tényleg meg tudod letni az embert. Mi meg azt hittük, hogy nem vagy itt. Szerzdor, jól vagy, drága? Hol voltál, Szerzdor? Szólj hozzám! Jó látni benneteket! Buliszta! Buliszta? Óriási, én meg valamiért abban voltam, hogy próba lesz. Nem egy édes. Így van, hogy nyesed a látótávolságon. Mit ünnepelünk? Hát a felbukkalást. De azért nem késtem le a premiért, ugye? Várjon. Egyetlen egyszer. Lehúrvány 44-ben! Tegnap lett volna. Egyszerűen nem hiszem el. A jelmeze nincsen sehol. Iszonyú rumli van a szekrényben. Rum van a szekrényben? Li! Li! Százdal! Te most ezt fújj ki magad! A legjobb az egy öltözőre és megcsinált mindenkinek az adóbevallását. 48 órája le sem fújta a szemét, Lloyd? Ti! Összene tört magad! Nincs biztosításunk! Na, akkor mi a következő napi rendi pont? Kérlek, Szerzdon, felmerült bennem, mi lenne a próbálni? Szeretnék próbálni egy kicsikét. Megisszáltad a rumot a szekrényből, mi? Na, nem drága, azt szeretném, ha próbál. Jó, de én meg arra készültem, hogy próba lesz. Szerzdon, ez fenomenális. Tudtam, hogy leszek kreatív ötleted. Na, hol van? Honnan menjünk tovább? Lloyd! A rendőrök. Milyen rendőrök? Hiszem a rendőrséget. Azt mondták, hogy találtak egy öreg mukit. Eszéletlenül feküdt itt szembe velem a kapuban. Hallgass meg, annyit mondtam csak róla, hogy nagyon ki van ütve. Popi! És hogy baromi piszkos. Nem mondjam, hát úristen.
hogy Szenzdon mellett áll. Popi! Tényleg, ha ott állok a közelébe, akkor érzem én is, hogy más is. Hogy bűzlik. Hogy bűzlik. Jól van, Popi, ilyen a színház, ha az ember egyszer beleszagol! Nem tudja elfelejteni! Ez egy csomó. Popi! Hogy merült fel benned, hogy olyan állást vállalj, amihez értelem kell és nem érzékenység? Esetleg lefeküdtél valakivel? Semmi baj, Popi, Krisztivel, meg se hallotta, tényleg. Süket ez a szerdó, meg öreg is már, meg egyáltalán. A nevemet hallottam. Én most már van, itt vagy. Igen, ott vagy, ott. Pihenj még egy kicsit, szerdó. Van még 20 oldalon. Szerintem még van 20 oldalon, pontosan. Majd akkor bejön. Vagyjuk tovább! Tudja a konyhába fékevesztetek, nyitja a szardügyel! Ferti és Belinda türelmetlen toporva az ajtó mögött, Brook és Gary szerelmi lázba behatol a hálóba! Haladjunk, haladjunk, haladjunk! Hát nem tündérje. Tessék? Gary és Tony. Együtt vannak? Ők ketten? De ez anyja lehetne. Mert nem is tudtam. Hát én csak Isten vagyok. Egy bölcsész, nem tudok én sem. Na mi lesz? Hát, bele se merek gondolni, Gary. De mire várunk? Én nem tudom, hogy te mire vársz. Esetleg Doti 16. születésnapjára? Mi? Vagy csak a végszóra? Brooke! 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 Hogy be vagy izgulva? Hogy be vagy izgulva? Ki sem bír, hogy nyitni az ajtót? Ajtó csukva szerelme. Hogy be vagy izgulva? Ki sem bír, hogy nyitni az ajtót? Nem szíved, emlékezz vissza, Mrs. Cracker, ma ki nem van, csak mi vagyunk a palotában. Hazajön. Mindenütt jó, de legjobb otthon. Ez a mennyei ha? Csak ránk vár. Elég fura, nem? Csak így beúszolunk a házassági évfordulónkon. Ez nem vicc, mert ha az adóhatóság kiszagolja, hogy én csak egyetlen éjszakára betettem a lábamat az országba, a nyilatkozatom ellenére, miszerint én, egy külföldön élő adófizetés alól felmentett alany vagyok, báing! Már is lecsapnak rá, báing! És az éves jövedelmem vele, báing! Már is el legyél már agresszív, nem szabad. Ez a báing! Borzasztó, nagyon szalt, nem illik hozzá. Felejtsd el! Arra gondoltam, Lloyd, hogy ez a báj, hogy kivel. Akkor ne legyen a báj. Az adóhatóság. Azonnal lecsapna rám, és az éves jövedelmem fele már is elhúzott. Freddy, maradjon a bájt! Bájt! Na ebből nem kérek! Én megmondom, hogy miből kérek. Pesgő! Nem ő Mrs. Claggett, ki szellőztette az ágy, nem ő? De szívem! Én, a gyerekek nem idegesítenek, a barátok se zavarnak. Hangosan. Egyedül vagyunk! Az adócsalások nem csak hátrányai vannak! La 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 la. Értem. Lecsap az adóhivatal! Lecsap! Na, ha megtudnák, hogy
hazajöttünk. Értem, édesken, nem jöttek haza, nem láttam magukat, a kérdik, nem tudok semmit. Már bújnak is az ágyba, igaz? Nagyon jól tetszik tenni a nyakunkba lehetnek, legyen, hogyha fejükre húzzuk a paplan. Ezek meg itt maradtak. Ja, tényleg. Drágám, siess vissza. Úgy bánom, édesken, nem szellőztettem ki az ágy, nem ő. Megugok egy melegvizes palackot. A leveleket a dolgozószobába vittem. Leveleket? Milyen leveleket? Nem küldte utánunk? Az adóhivataltól jött, azt nem akarta megmondani a szép nyaralást. Az adóhivataltól? Te atya úr is, te hova rakta? A zacskójába. Ott az összes. Zacskomba? Az átlátszó zacskóba az íróasztalon, édeske! Hangokat hallottam! Hangokat? Milyen hangokat? Emberi hangokat! Hogy ez a sivet, hogy ez Retti, édes öregem, mi van már megint? Ne haragudj, Lloyd! Tudod, milyen hülye vagyok a járásokhoz? Tudom, Fretti, a szaksajnó is megírta. Bocs, Brook. Bocs, Geri. Egy kis kövid zárlat. Hát a szokásos. Valahogy én nem értem, hogy ezeket én minek viszem magammal a dolgozó szobában. Nem azt lenne a... Nem! Természetesen. Tudod, Lloyd, arra gondoltam, nem, hogy logikusabb, hogy... Késő ebbe most így belemenni. Miért gondolod, Freddy? Hát van még néhány másodperc a premierig. Köszönöm, hogy látod, ez a lényeg, hogy nyugodtan csináljuk. Csak én soha nem értettem, hogy Filip miért visz magával egy utazótáskát, meg egy zacskó pezsgőt a dolgozószobába, hogy megnézze a leveleit. Mert nem lehetnek bent, amikor én jövök. Ja, értem. Freddy, szezonnak meg kell a dolgozószobába jelenet. Tényleg... Szerzdom meg van! Szerzdom! Szerzdom! A nevemet hallottam. Van még 10 oldalon. Szerintem pontosan 10 oldalon van hátra. Nem! Csak én még mindig nem értem, hogy ezeket minek viszem magammal. Öregem. Minek csinál bárki bármi? A másik elmebeteg? Minek rohangál ki be az ajtón 4 tányér szarhémiával? Ezt most nem rád értettem rá. Persze, hogy tudom. Figyelj! És én minek? Jó, az igaz, hogy te belegondolsz, én minek? Ki tudja? Ugye? Az emberi tervek a legbelső mozgató rugói mindörökre kifülkészhetetlenek. Talán történt veled valami még csecsemőkoromban, ami miatt egyszerűen nem tudsz megszabadulni a bevásárolt cucctól. Vagy pedig genetikailag. Igazod, pedig genetikailag az is lehet. Na jó, igen, így ezt én értem, de... Freddy! Én a legőszintébben megmondom neked, hogy nem tudom! Én már azt sem tudom, hogy a szerző minek írta meg ezt a darabot. Vagy hogy ti mit kerestek ezen a színpadon? Igen, de hogyha mondaná valami elfogadható... Mondok én egy okot neked, édes Freddy! Azért viszed ki magaddal a bevásárolt cuccot, mert már elmúlt éjfél, és nem leszünk kész, mivel fölmegy a függöny. Hol? Ma fölmegy a függöny. Megyünk tovább. Hol Freddy kimegy? Az acskóval együtt. Ez egy barom. Ma reggel tudta el a feleséged. Már megint? Megint. Hát, meg tudom érni. Freddy.
Szerintem az a lényeg, hogy nagyon kiakasztott, amikor ezt az adóügyet felhozta, és egyszerűen kiszolgáltatottnak érzed magad, elbizonytalanodtál, és egyszerűen muszáj, szinte már görcsösen ragaszkodnod valamihez, ami közel áll hozzád, ami igazán a tied, amiben azért úgy meg tudsz úgy kapaszkodni. Köszönöm, Lloyd. Köszönöm. Ez tényleg segített. Csoda vagy, szívem. Lloyd. Mi a zacskómba? Hát a zacskómba dinasztal a lényeske. Hangokat hallottál. Hangokat? Mi a hangokat? Egy hangokat. Tényleg senki? De kicsit a hogy nem hozottak én is. Lehet, hogy valaki az irodában, mit tudom én, ellenőri. Jó, de még mindig nem érted, miért kell fölvenni a nyakkendőt, hogy megnéz? Mrs. Brooker. Mrs. Brooker. Példával kell előjárni a személyzet előtt! Oda nézd, ki mondotta a szarvidiákat! Gyere vissza! Miért? Nem mehetsz le, majd én felhozom! Miért nem? Mrs. Bruchetta! Mrs. Bruchetta! Mindennek megvan a határa! Itt is szarvidia, ott is szarvidia! Mit is hol kell dolgoznom? Nem vagy menjünk tovább! Mit is hol kell dolgoznom? Maga még mindig itt kurkászik? Hogy kur? Oh. Kurkászok. A gardróban? Dehogy is ellenőriztem a lepedőket meg az ágyneműzetot. Átfutottam a készletet. Mrs. Plackettem. Plackett, Angyalom, Plackett? Mrs. Plackett. Van még valaki a házban? Én nem láttam senkit, Angyalom. Mint ha hangokat hallottam. Hangokat? Itt nincsenek hangok, kedvesek. Hogy látszik, képzelődtem? Feladtam, Úristen! Tessék? Te atya úris! Te atya úristen, nyitva a dolgozó szoba ajtaját! Te atya úristen! Még egy autó. Lehetséges, hogy Mr. Hackham? Vagy Mr. Dudley? Igen! Kimecském! Csinálj már valamit! Ebben a házban egyetlen ajtó nem csukodik normálisan. Utolsó figyelmeztetés! Megtesszük a jogi lépéseket foglalás útján. Te atya úristen! Jó! Előjöttem! Egy úr még ide jött az előre. Nekem nem mondja, én nem vagyok itt. Állítólag egy hölgyet egész felizgatott. Ez a Squire Hackham és Dudley dolga. Jó, akkor én most már elülök szépen és bekapcsolom. Jó! A szardiniát meg elfelejtettem. Így szokott lenni, egy pillanatra hátat fordítok, és már is elvesztettem a fejemet. Én ezt meg se kaptam. Nem is vagyok itthon. Én Majorkán vagyok. De ha meg se kaptam, ki se bonthattam. Igen, neked nem volt ilyen ruhám, ugye? Nem volt? Most elmennék fel ilyen kiváló, az egészen közönséges. Vagy csak nem mellettem nekem. Hagytam volna ott a csodába. Bűvájus, milyen finom és szolid. Visszatenni, visszaragasztani, én ezt nem is láttam. Fel is viszem a manzárba a többi neli, amit tőled kaptam. Ez olyan kincs, hogy hordat is sem lehet. Jól van, jól van. A dolgozó szoba ajtaja meg. Özgerű, megoldottad. Rég láttam, hogy ilyen kreatívnak. Erőjött, majd tovább. Jól van, jól van. A dolgozó szoba ajtaja megint nyitva. Mi van itt? Kopognak! Fent kopognak. Valaki van a gardróbban. Ja, csak te vagy az! Én vagyok, miért? Mit tettél be oda a fekete lépedők közé? Kicsi maga, miért zártad magadra az ajtót? Miért zártam magadra? Te! Miért zártad rá? Én nem zártam rád! Mi történt? Ó, már megint? Most melyik? A bal. Gyerekek, a bal! A bal! A bal. A bal.
akárhol lehet. Ráesetett a... Hogy is hívják rá? Na, onnan meg lepattam. Utána meg mondjuk elkülünk. Hol láttad utoljára? Hogy láttam volna a szerencsétlen, benne volt a szemében. Simán lehetett, mikor az van... Nem! Akkor nyitjük ki ezeket a nagy... Szemeim. Brukkener ügyben, az előadáson is így lesz. A nézők lekésik a legutolsó buszt. De hát szegény Bruki egyáltalán nem lát nélküle. Úgy látszik, nem is hall. Jaj, ó! Ó, szerintem, Bruki, ráléptél a kezére. Ezt meg mi lehet? Elerett az orravéres szívem. Az orravére? Mitől? Nem nyújt hozzá senki? Nem, de nem bírja az erőszakot. Rögtön elerett. Rúg gyönyörű! De, sép! Fogd ezt szépen is! Tercít a gazdasági igazgató fején! Hát, ha megszűnik a városban a színház élet mindannyiunk örömére. Most mi a baj? Hiszen már megtaláltam. Én? Megtaláltam. Hol volt drága? A szememben. A szemében. Ügyes vagy, kis tündék. Csak nem a bal szemedben. Egy csúszal. Tudtam, hogy itt lesz valahol. Kicsit ne jól van. Kávé. Ha haladjuk tovább. Takarítsátok ki a terepet! A járó betegek, vigyék ki a hullákat! Bocsánat, még egyszer elnézést kérek mindenkitől. Tudjátok, én kora gyermekkoromtól írtózom a... Akkor ezt most nem elemezem. Bonts ki, bonts, fejtsd ki! Fejtsd ki, Freddy! Kora gyerekkor mi volt akkor? Hány éves korodig szoptál? Hol van Szerzdon? Hagyjunk tovább! Szerzdon! 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 Lehet, hogy még kint kiesett a szeméből. Akkor keresd tovább. Meg kell keresni, akkor keresd. Jó, leveszem! Jó, jó! Geri. De bent ott bent! Szívem! Ez a ragasztó, ez olyan, ami soha nem jön szép! Mrs. Clackett készített szardíniát! Meleg vizes palasz! Nem én raktam az ágyba! Mennyiség! Valaki gyártja a fürdőszobában a meleg vizes palacokat!
Tökéletesen racionális magyarázata van az egész. Előkerítem Mrs. Bunkertet, ő vagy minden kereszt. Te! Nem állhatsz így. Menj be a dolgozószobába. Mondom! Mi? Dolgozószoba! Feküdjek leveled, amikor hozzáragadtam egy adóátralékhoz. Nem teszed le a szárvédiát? Ja, tényleg. Szívem, a szardéniához is hozzáragadtam. Szívem, nem fogod meg édesem. A lenti fürdőszobában keresd meg a méret feliratú üveget. Az lemarj minden! Szívem, van olyan, hogy az ember ragaszkodik a formaságokhoz, de azért ez egy vicc! Kéne, mielőtt Freddy nyitja az ajtót. Csak befutott, de... Kizökkent az idő, ó, kárhozat, hogy én születtem helyre tolnia. Serát, Seriasztó! Lehéne tartóztatni őket felbújtásért. Néha leülök, és a legszívesebben elsírnám magamat. Tehát én bankokhoz vagyok szokva. Annak idején aranyrudak a páncélteremben, és most hova jutottam? Lloyd azt mondja, csak kapjúzat törökben. Tudom, hogy mindenki Majorkán van. Majorkán! A fénycsúk a konyhán, de már ő is elment. Az előbb láttam... Hagyja magam. Hát most nem mondja, mint Myra Hessel, légy én játszottam egyszer Myra Hessel a háború alatt. Jobb a füle, mint gondoltam. Hogy mondod? Honnan szerzdol, hogy jössz? Popi! A ropit soha... Kiszáradt tőle a tokkom. Vissza az ablakot. Akkor jöjjek még egyszer? Igen, és ha lehetne. Igen? Egy kicsit korábban. Egy árnyalattal. Azért a tegnaphoz fél fokkal közelebb. Na, onnan megyünk, hogy nyitja az ajtót. Mi a végszó? Mikor nyitja az ajtót? Mi a végszó? Freddy? Szívem, van olyan, hogy az ember ragaszkodik a formaságokhoz, de az... Vicc, tisztában, de köszönöm szépen. Kérlek, viszont lennék nekem egy ötletem. Na. Mi lenne, ha egy kicsit korábban jön? Ugyanis van itt egy űr, amit, hogy Freddy kimegy, én meg bekormányom. Számít. Megvalóan tévedt? Jó, csak fölmerül bennem. Mi lenne, ha kicsit korábban jönnél? Jéhába, egy srófa jár az agyunk öregyen.
Most ő szivat, vagy én szivat? Lepi! Igen? Onnan, hogy kimész? Az ajtón! Ja? Bal kezedben! Bal kezedben a szardínia, jobb kezedben az adóhátralék. Mindegy, te így gyakorolj, old meg! Szívem! Van olyan, hogy az ember tagaszkodik a hombaságokat! Legszívesebben elsírnám maga, le kéne tartóztatni őket. Néha leülök, és a legszívesebben elsírnám! De hát én Bangkokhoz vagyok szokva, annak idején arra rudak a páncértelembe, és most hova jutottak, csak papír zacskókat töröm fel. Tudom, hogy minden a rontában, elárultad a végtók a konyhát, de már ő is elment, belül láttam, hogy fürdőruhába kiszaladni az ajtó. Mi ez? Kejjel, hogy... Ne! Szedjük össze, ami érdemes! Lássuk, mivel várják a kedves vendéget! Egy mikrosütő. Nézzük, mennyi? Legalább 50 font. Hiába. Fú, a cipeket is soha nem fizetik meg. Szemét, 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 csupa szemét, szemét, szemét. Na, se baj, ha rám erőltetik. De hol lehet az íróasztala? Hiába a nyugdíjból nem lehet kijönni. A reménybeli bérlő magától értetődően tudni szeretné, előfordultak-e paranormális események. Hogy neked esemény minden tökéletesen paranormális? Vagy esetleg valami dematerializálódott te. Dehogy, kedvesem, itt minden mindig a saját két lábán jár, hogy bárhol már... Figyelmeztettem kell a reménybeli bérlőt. Épp a dolgozószobát méri föl. Viki! Bent vagy ember. Dehogy, keresem, mit cseki a házban? De nézze! Nézze meg! Valamit keresem. Én nem látok senki. Maga nem látja, igazán furcsálom. De hol van a reménybeli bérlő? Egy percre hagytam itt, és eltűnt. Ne mozdulj! Ütött az utolsó óra. És indulj el lassan, lefelé a lépcső. Egész életemben erre a pillanatra vártam. Sehol egy ember, aki meg lehetne félemlíteni. De hová lett? Viki! Lehet? Lehet, hogy a gátorban van? Viki! Viki! Kis kiabálás, kis sikoltozás úgy feldobja az ember, hogy ez a csend teljesen lehangol. Viki! Lehet, hogy a hálószobában van. Viki! Viki! A végén elkezdek magamban beszélni. Szívem! Van ez a tudod, ami mindent lemar, csak a ragasztót nem marja le. Bezzeg a nadrágomat lemarta. Szívem, ez, hogyha a nadrágomat lemarja, aztán lemarja alatta. Szívem, legjobb lesz, ha én ezt gyorsan leveszem. Szívem, siess már, mert hogyha ez abszolút lemar mindent, akkor... Szívem, én azt hiszem érzem. Ez kezdi lemarni! Abszolút mindent! Gonosz elért bűket nekint! Az adóban levő! Az a járó lélek! Nem! Nem vagyok itt! Nincs itt! Csak lélekben! Tudtam, hogy ez kísértet! Sajnálom! Szólj hozzám! Csak is az ügyvédem! Az ügy véget, egy pillanat! Nem is a más világról jöttél! Dehogy nem, egészen Major Károly jöttél! Maga egy vetülő! Parancsolsz, Hardiniát! Nem is vetülő, hanem egy szar! Mit tett
mindenkivel. Látom, önnek is van szardíniája. Hol van? Halló? Rendőrség? Rendőrség? Illető betört a házamban. Én nem is vagyok itt. Szardíniát keresett? Az is itt van! A szardínia is meg lett! A rendőrséggel beszélsz? Ide hívod! Halló? Én pucér vagyok! Halló? Hogy akkor mit akarok? Hát akkor talán semmit hagyjuk, jó? Kösz! Már azt hittem, hogy valami iszonyú dolog történt vele. Történt is, ismerem! Ismerem! A mi ügyfelünk? Egy szatira sok közül. Igen, de itt nem állhatnak bizonyos elvárásoknak, meg kell felelnem, mert az adóhivatalban dolgozom. Nem a fürdőszobában, vagy a hálószobában. Ott csak találsz valamit. Ja! Földszinten körülbelül végeztünk is. Odafent éppen csak, hogy átszaladunk. Elmúltam 70 éves, mikor fordult elő, hogy félbe kellett hagynom a munkámat, hogy megkeressem a vécét. Jó, néha, amikor megszólalt a riasztó. De hol lehet itt a vécé? Segítség! Édesem! Hol vagy? Egy hálóinget! Az is valami? Nem mutatkoztatok az adóalanyag előtt egy hálóinget! Jó, akkor én bemegyek a hálószobába, keresem neked valamit. Te pedig, Adi, menj be a fürdőszobába! Megint behúzkozz a fürdőszobába! Kérem, készséggel! Adok én majd neki! Hol ez a nőcske? Szép törő!
fogalmam sincs, ki ez a hölgy, minden esetre nem a ház tartozéka. Míg ugyebár ellenben ez a vidám szardiniás hölgy játsza a legfontosabb szerepe. Semmi Rebeka, köszönöm szépen, ezt a szardiniát magamnak csináltam. A szardini edésben, úgyhogy fordítsuk figyelmüket a fürdőhelyiségre. Ez kettek, kik ezek a fura? Hallgatom, ezek folyton jönnek, mint olyan arab buszli. Még egyszer elnézést kér. Viszont ez a fürdőszoba rejti. Arab buszli? Ez a fürdőszoba rejti! Akad a bója, főnök! Nincs elég nyomás a kakán. Ezt az úriembert! Ez indiai muszlin! A muszlin lepedő az ágyamról! Tolvaj banda! Rendőrség! Ide a muszlin tolvaj népség! És maguk képe intálni pucéről a világ szeme láttad? Te vagy az! Te hülyén! Kislányom! Apa! Kicsikém, Viki kislányok, megszöktél otthonról, már azt hittem, sose találkozom. Mi szívszakasztó? Te hogy kerülsz ide? Te hogy kerülsz ide? Én az adócsalási aktákat viszem Salfordba. A másik Lloyd. Ne haragudj. Tudod, milyen hülye vagyok a cselekményhez? Mindenki tudja, Freddy. Valahogy nem értem, hogy Philip miért hasonlít ennyire a sejtre. Mert amikor így bejön, és mi azt hiszünk, hogy? De mindannyian végső soron, hogy ez a vicc. És innentől az egész sztori erre épül. Ja, értem. De akkor ez a hasonlóság, ez akkor ez eléggé véletlen, nem? Hát eléggé, Freddy. Eléggé. Kivéve ugye, ha figyelembe vesszük azt az apró, ám nem elhanyagolható körülményt, hogy a darabnak van egy úgymond eredeti változata, ami sajnos nem maradt fönn. Melyből világosan kiderült volna, ha fönn maradt volna, tudsz követni, hogy Philip atya még fiatal korában bizony-bizony végig járta az összes arab háremet. Így már világos? Ez fantasztikus. Biztos voltam benne, hogy tetszeni fog. Lloyd, és ezt a néző érteni fogja? Hát a te tehetséget a garancia rá, Freddy! Mi? Hát ez az intellektus? Mi? Ez az ízlés? Ez az orgánum? Mi? Hát ugyanebben a szemed, úgy dobban a színed, Stanley Flafty! Ezt eddig színművészettek, jó? Köszönöm. Menjünk tovább! Két mondat is vége a felvonásnak! Istenem! Mi lesz veletek, ha elmegyek Londonba, és itt maradtok egyedül? De hol a másik lepedőm? Minő mennyei béke honol el lakban? Ki veszek? Várjunk csak, túlságosan ismerős nekem! Ez nem a sejk! Ez a szatír! Mi? Lopta három ingemet! Hogy mit? Meg három lepedőt! Mennyi? Úgy dobta le, mint egy kicsorbult porcelán pásztor leánykát. Én? Hogy mire készült az én kis leányomban odát? Salfordban engem nem érdekel? De egy dolgot elmondok neked, Viki. Brukk bogaram. Tessék! Kaptál végszót, szemem, nem? Fuss rá, drága! Két mondat és vég a felvonásnak. Igen, de nem tudom. Csukjatok neki! Mi az apa? Jó, de nem értem. Azt mondod, hogy mi az apa? Igen, mert én azt mondom neked, hogy te egy dolgot elmondok neked. Viki, erre azt mondod, hogy... Mi az apa? Igen, de nem értem. Hogy a sejk miért hasonlít Philipre? Hadd ide a példány! Mi az apa? Parancsolj, drága, ez a szöveged. Mi tudjuk, hogy te
Londonban hallatlan alternatív helyeken dolgoztál, ahol hagyták, hogy átírd a szöveget. De tudod, mi most itt nem így szeretnénk. Különösen nem akkor, figyelsz rám, amikor a szerző ilyen finomra csiszolt. Milyen szántó mondatot ott a szádba, hogy mi az a ma? És főleg nem hajnali egykor, két mondattal a felvonás vége előtt, amikor alig várjuk, hogy megihassuk a kis teánkat, és beessünk az ágyikonkba. Úgyhogy csak ezt az egy kis szépséges mondatocskát szeretnénk hallani tőled, hogy mi az apa? Mi az apa? Remélem, sikerült rávilágítanom a lényegre. Mi az apa? Instrukció, hogy ki megy? Nincs. Még kikönnyezi a kontaktlencsét. Túlspirázt. Én meg azt hittem, hogy papira fog itt a végén. Nem, hogy papit szokta leszúrni. Szerintem nagyon is édesen csinálta. Édesen? Hogy próbált utáni, mintha nem lenne köztük ez a kis... Micsoda? Lloyd és Brooke? Te nem is tudtad? Brooke és Lloyd. Szerinted hol voltak egész hétvégén? Atya úristen, akkor két napig ezért nem próbáltunk a díszlet. El van simítva. Lehengerlő voltam. Rosszul vagyok. Mi baja? Ajajajajajaj. Tiszta őrület. Ő is? De atya úristen! Ezt meg én nem tudtam. Elájló. Micsoda édesem. Úgy látszik, ő sem tudta. Gyorsan vegyél nagy levegőt. Ha még csak két hete próbálunk. És ki lesz a következő? Isteni zűrzavar! Vigyázzon! Drága, hogy van a kicsi? Biztosan evett valamit, mindjárt jobban lesz. Igen, de azt hiszem, hogy ő is evett valamit. És azt hiszem, hogy én is. Elájulsz, vagy hányod kell? Drága, két végén égeted a gyertyádat. Akkor fussunk rá! Fussunk rá a felvonás végére! De egy dolgot elmondok neked, Viki! Mi az apa? A legnagyobb égzegésben és földindulásban semmi nem esik olyan jól, mint egy tányér ícsiklandozó Szardínia! És függöny! Függöny! Thank you.
elkezdjük az Ádám kosztüm 27. előadását. Kezdő szereplőket kérem a színpadra. Miss Otley, Miss Ashton, Mr. Lennon, Mr. Fellows, Miss Blair. Kezdő szereplőket kérem a színpadra. Harmadik figyelm, harmadik figyelm. És még az sem lehetetlen, hogy ide jönnek a kezdéshez, nem? Otli a hívásra mindig összeszedi magát. Nagyon jól tudja, hogy 5 perc múlva színpadon kell lenni, ha csak... Hát nem. Gondolod? Te is ismered Otli. Összvisz, 1 hónapja vagyunk úton. Mi csak Ashtonig jutottunk. Mi lesz itt, mire elvergődünk Stocktonig? Mondanak valamit. Te legalább kinyitál az öltözőjét. Ha most kiszáll. Kiszáll. De nem száll ki. Hát persze, hogy nem. Szeretném. Biztos, hogy nem, de ha mégis... Nem szállhat ki. Ja, persze. Hát nem is fog. Viszont ha kiszáll, akkor ma este te játszol helyette. Én? Nem. Nem. Lehetetlen. Mucikám, nincs itt senki, Mr. Branch, nincs igen itt, akit most nem lakik itt, most Majorkán van. Én is Majorkán vagyok. Nem, én nem vagyok a Majorkán. Ellen! Lloyd! Nem is tudtam, hogy majd lesz. Nem is jöttem, Londonban vagyok, próbálom a Hamletet. Jó, de legalább itt vagy. Senkinek nem ad, hogy nézem. Jó, nem, de figyelj, volt egy kis veszekedés. Én tavartalan órát szeretnék eltölteni Brooke-kal az öltözőjében, aztán a 7.35-ösre rohanok vissza Londonba. Ja, ezt bekihoztam. Találj neki valami biztos, hogy nehogy Szerzdon kezébe kerüljön. Ja, és itt a pénz. Vegyél rajta egy irgalmatlanul nagy és drágának tűnő csokrot. Csak Poppy meg ne lássa. A délután 5-kor van vége? Az esti meg 8-kor. Lloyd, éppen ezt magyarázom! Hát lehet, hogy nem lesz előadás! Azt mondod, nem lesz? Bezárkózott az öltözőjébe, persze előtte. Jól összeveszett Garyvel. Brooke? Összeveszett Garyvel? Brooke? Nem Brooke, Dottie! Ja, Dottie. Már 2 héttel ezelőtt is volt egy nagy leszekedés. Tudom. Mondtad a telefonban. Elment vacsorázni azzal az újságíróval. Mondtad a telefonban. Jó, de azt mondtam, hogy Gary majdnem megölt a pasit. Igen, a telefonban. Ide figyelj. Dottie miatt ne izgulj, az ő pénze bánja. Jó, de Lloyd megint ugyanaz volt. Hajnali 2-kor a panzióban ököllel verik az ajtómat. Na, mondom. Gary volt, hogy hol van Dottie? Nem jött haza. Tim? Most vegyük egy példát az én életemből. A királyné minden áldott este 1 órán keresztül silánkozik nekem a telefonba, hogy a király a jelenetük alatt savanyú cukorkát szopogat. Polonius egy hétre lelépett. Reklámfilmet forgat Madeirán. És Hamlet, nem fogod elérni Hamlet, maga a dán királyfi, kifeküdt. Lumbágóban. Brooke meg egyfolytában üzenget, hogy milyen boldogtalan ráadásul sikerült beszerezni valami orvosi igazolást, miszerint idegkimerültsége van. Le akar lépni, de hát hol van nekem időm találni egy másik Vikit, nemhogy próbálni? Egyetlen délutánon maradt, amíg Hamletnek elkészül az ortopédiai fűzője. Ophelia meg elintézte a vállóterét, hogy Brooke-ot kikuráljam az idegkimerültségből. Ha nem is orvossággal, legalább egy kis viszkivel. Megvan a viszki, meg egy csokor virággal, megvan a pénz a virágra, no meg némi megkopott sárval. Úgyhogy nem azért jöttem, hogy mindenkinek a problémáját a nyakamba önst, hanem hogy megoldjam a magamért. Hívtad már a nézőket? A nézők! Ne! Poppy, meg ne lássa a virágra! Tisztelt hölgyeim és uraim! Kérem, foglalják el helyüket, az előadás 3 perc múlva kezdődik. Most már biztosan csúszni fogunk. Nem mehet! Á, Belinda még győzködni, Dottie, nézőket el se kezdtem hívni. Én már hívtam. Hát ez semmi. Hát honnan szedtem? Hát itt volt. Itt volt! Nem mondott, hogy szertem most valamit a színpadon utolsó a viszkét. Várj, várj, lerakom a női vécébe, ott csak nem keresi. Itt szokott lenni, az ember 2000 fölrakja a lábát, és már is a nyakába szokott. Belinda, semmi. Aj, tudod, ilyen Dottie, amikor ilyen Freddy, most próbálja. Szerzdon? Ne.
Mi dugdossa a színpadon? Menjön át! Na? Semmi? Nem, semmi. Nem valami sokáig kísérleteztél? Nem, úristen, szerzdom már megint! Nem, mert Geri kirontott az öltözőből, és mint egy állat elkezdett ordítozni. Én mondjuk nem is értettem jóformán, hogy mi az, amit üvöltözik. Mondjuk szoktam így lenni Gerivel néha, hogy mintha a lényegről lemaradnék. Mondjuk a lényeghez elég hülye vagyok. De mintha arra célozgatott volna, hogy meg akar engem ölni. Jaj, szegény drágám! Hát gondoltam, nem feszítem tovább a húrt, inkább ráhagytam. De talán már megnyugodott, nem? Kicsoda, Geri, épp élenkezőleg, ahogy hallom. Szóval játszik? Geri játszik, még szép, hogy játszik. Honnan veszi mindenki, hogy Geri nem játszik? Mert ha neked kell beszállnod Geribe, papi nem szállhat be a dotiba, mert hogyha papi beszáll a dotiba, te sokod az előadást. Gratulálok, szép kis társaság. Fura egy nő. Már úgy értem, doti. Teljesen hangulatember. Tegnap este például elbűvölő volt. Tegnap este? Igen. Előadás után elmentünk, ittunk egy pohárkával. Veled volt? Te voltál vele? Igen. És olyan megértő volt hozzám, amikor elmeséltem neki a nyavajáimat. Szóval már rád is kivetette a hálóját, de én nem hagyom. De mondom neked, hogy elbűvölő volt. Tüneményes volt. Utána még fel is jött hozzám a szobába. Ittunk egy teát is. Képzeld el, hogy hajnali 3-ig ült ott nála. Képzelem, mit gondolnak a panzióban. És ez még nem elég! Őben elég tűnt. Hol van Szerz? Most derül ki, hogy Freddy az oka az egész. Szerz, nem? Az öltözőjében nincs. Szinte tudtam. Melinda, most már hívnom kellene a nézőt. Te csak írjál, hogy megkeresem Szerzont. Én akkor mit csináljam? Ne csinálj az égvilágán sem. Jó. Már eddig is erődön felül bogara. Tisztelt hölgyeim és uraim! Kérem, foglalják el helyüket! Az előadás 3 perc múlva kezdődik! Valakit mindenféleképpen meg akar ölni! Szerzdom, valakit meg akar ölni! Nem szerzdom, de! Hol van Szerzdom? Eltűnt! Virág! Az! Nekem vetted? Hát az az igazság, hogy... Annyira kedves tőled? Igen. Hát nem kedves tőled. Tényleg? Ilyen felbűvölő ez a Geri, hogy meg akar engem ölni. A kocsmába. Megnézem Szerzont a kocsmába, addig fogja az... A nézők. Tisztelt hölgyeim és uraim, kérem, foglalják el helyüket, az elő... Hoki már hívta őket. És 2 percet mondott, ugye? Akkor én mondok egyet. Tisztelt hölgyeim és uraim, kérem, foglalják el helyüket, az előadás 1 perc múlva kezdődik. De most, hogy kérded, 3 percet mondott. 3-at mondott? De hát én is 3-at mondtam, ő is 3-at mondott! Úgy rémlik. Tisztelt hölgyeim és uraim, kérem, foglalják el helyüket, az előadás 2 perc múlva kezdődik. Na mi az megvan? Nem, de találtam még egy üveget. Többen! Elvittem a női mosdóban, az is megvan. Ez az! Kocsmában sincs, a női vécék körülról látkodik. Akkor én ezt eldugom a dohányzóba, a fűtőtest alá. Tisztelt hölgyeim és uraim, kérem, foglalják el helyüket. Az előadás 2 perc múlva kezdődik. Hopi, yeah. Tim már bemondta a 2 percet. Tisztelt hölgyeim és uraim, kérem, foglalják el helyüket. Az előadás 1 perc múlva kezdődik. Mi a fészkös felefolyó már itt? Jól van! Nem vagyok, mondom majd! Nem tudtam, hogy itt vagy ilyen! Nem, nem, 3 perc múlva kezdődik! 1 perc múlva kezdődik! 2 perc múlva kezdődik! Csillagom, ott van a dráma van! Odakint van a dráma!
Ez egy délutáni előadás szerelmem, tele nyugdíjassal. 3 perc múlva kezdődik, vonulnak ki a vécébe. 1 perc múlva kezdődik, rohannak ki szépen a sorban! Kárlak, hogy Brooke a falon! Nekünk beszélnünk kellene, mert nagyon fontos. Én azt szeretném tudni, hogy Brooke hajlandó lejátszani, vagy se. Nagy hallgass meg. Jól vagy! Tessék! Brooke! Lloyd, de muszáj beszélni. Fogunk is, drága. Ez mi? A dohányzóban feküdtem a földön, és egyszer csak megláttam a fűtőtest alatt. Dohányzóban feküdtél a földön? Csak relaxált. Szóval már mindenütt tudtos. Ez már a harmadik. Egyben kükköltözői velök szerzom kezébe kerül. Virág. Pintől kaptam. Ez Pint vette nekem? Igen, felvidítson. Lloyd, beszélj. Nem, Freddy. Megfújtanád nekem Timet, ha összefuttok. Hallani sem akarok dobni. És Geri? Geriről sem. Felton? Ide figyeljetek. Ehhez az előadáshoz már nem kell rendező. Csináljátok és kész. Én meg kiülök a sötét nézőtérre egy zacskó mézes csókkal, és felhőtlenül műélvezek. Az utolsó hívás 1 perc volt, ha még vissza tudtok emlékezni. Jól van. Kedvesem, ő így relaxál. Brooke aranyom, ugye teljesen rendben vagy? Tessék! Jól van. Az öltözőben nem tudok koncentrálni. Mindenki kiabál és csapkodják az ajtót, mint az idióták. Artikulációs problémái vannak. Brooke, ez csak egy délutáni előadás. Tudod, nem kell tiszta erőből belemenni. Ha nincs kedved játszani, szerintem Popika szívesen beugrik a szerepedbe. És valami rosszat mondtam. Hol van, Tim? Szerzon, cukorpalatát hol jártál? Jól vagy! Kerestünk mindenütt. Kereste mindenütt, hiába. Előtér, iroda, büfé, sehol sincs. Utána ment az öltözőbe. Nagy paláver volt a panzióban. Drágám, biztosan hallotta. Geri megrohamozta Dotit, mint egy lovas hadsereg. Az ő neki... Látom, amikor valakire rákacsintasz. Jaj, Doti, ahogy kacsik. Igen, azt tudom. Látom, amikor bebújtál a legsötétebb sarokba azzal az idiótával. Idióta? Milyen idiótával? Nem érdekes szíves. Na jó, de most a Timről van szó? Nem. De most tényleg, már ne haragudj, de akkor még ki lakik a panzióban? De, úgy értem rajtam. Már jönnek! Jönnek! Isten úgyse jönnek! Mondta, hogy úgyse jönnek! Most figyeljétek a kettősüket! Mint a kettősüket, mint az ágyú. Azért tordítoznak. Tisztelt hölgyeim és uraim! Kérem, foglalják el helyüket! Az előadás azonnal kezdődik! Jönnek! Jönnek! Igen, megtaláltuk Szerzont! A Szerzont! Hát az ember már azt hiszi, hogy... Halucinált. Én mindent hallottam, és akkor Doti azt mondta, hogy elegem van az egészből, ezt mondta. Tisztelt hölgyeim és uraim, kérem... Tényleg már rég vagyok! Szegény Lloyd, torkának ad a mézes csók. Olyan vékonyak a falak a panzióban, mint a papír. És akkor a Doti azt mondta, én csak megpróbálom talpra állítani. De lehet, hogy azt mondta, hogy felállítani. Nyitom, Geri. Jól vagy. Mit mond? Nem mondod semmit, Szerzont. Okos ember, jobb, ha nem törleszti fel őt. Én látom, amikor rákacsintasz valami. Néni, csak befutott ő is. Most már megpróbálja Freddy-t felcsípni. Jól van. Jobban nem is lehet. Figyelek, elkezdjük az előadást, jó? Csendet kérek.
Egy pillanat, türelmet kérek, kollégáim. Engedjétek meg, hogy csak egy pillanat. Néhány szót szóljak hozzá. Geri, Doti, mi most ezt az előadást itt el akarjuk kezdeni. Beszélnünk kell egymásra, mert nem tudjuk lejátszani az előadást. Jól van, én csak egy pár szót. Igazándiból én csak egyetlen egy szót. Én mondok egyetlen szót. Sardinia. Sardinia. Csendet kérünk. Az előadást elkezdjük. Na, miért már folyik már munkát? Az előadás. Egy óra ülünk ki a megfogékot. Egy biztos is én. Azt hiszik valaki meghalt. Én szóltam néhány keresetlen szót a kollégákhoz. Csendi, nem kéne beütemeztetned egy agyát. Van még valaki, aki szeretné velem megosztani a gondolatot? Nem, hogy mondd, hogy jól lenne. Mondhatod később. Virágot veszem. Papina. Én? Nem, de. Elment az eszem. Mi? És nem neked? Neked? Azonban ügess a virágüzletbe, a saját pénzeddel vegyél csokrot. Nekem. Elment az eszed? Nem baj, majd Freddy lepasszolja a régi agyát kettőtöknek felesbe. Agyamat? Mondjuk az agyakhoz elég hülye vagyok. Ne sír, kis szívem. Na, nyomjuk tövig a gáz. Sardin! Sardin!
Igen, igen, nem, 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 nem. Visszatenni, visszafogasztani, én ezt nem is láttam.
Freddy! A dolgozó szobát el megint zárva. Yeah.
Eston megvan? Itt vagyok, öregem. De hová lett? Szólaljál, nem?
Szívem! Ez, hogy a nadrágomat lemarja, aztán lemarja! Ha ha ha!
Majd, a feleségem is majd.